Most megpróbálsz három jó tulajdonságodra gondolni. Sok-sok jó tulajdonsággal rendelkezel. És most három jó minőséget előtérbe hozol. Elképzeled, hogy mindegyik jó tulajdonságod egy illat. És most veszed a jó tulajdonságokat, és megneveled őket, megneveled az illatukat. És veszed az első jó tulajdonságodat a listádon, és elképzeled, hogy ez egy illat, ami benned van. Elképzelhetsz egy virágot, és ez a jó tulajdonság benned, ennek az illata. És most ezt az illatot, ennek az illatnak az intenzitását megnöveled. És ahogy növeled az illat intenzitását, ez a jó tulajdonság is megnő benned, erősöd. Egyre intenzívebb és intenzívebb az illat, ami átjár, és egész testedben megnő a jó tulajdonság illatának az intenzitás. Majd veszed a második jó tulajdonságot, és azt is elképzeled egy virág illatának, mely benned van. És fogod ezt az illatot, és megneveled ennek is az intenzitását. Ezzel egyidejűleg a jó tulajdonságod is megnő. És ez az illat intenzitása végigjárja egész testedet. És az illat intenzitásával megnő a jó tulajdonság is benned. És most veszed a harmadik jó tulajdonságodat. Elképzeled azt is egy illatként, egy virág illataként, és elkezded annak az intenzitását is megnevelni.
egyre erősebb és intenzívebb az illat, és ezzel egyidejűleg egyre erősebb és intenzívebb benned a jó tulajdonság. Most mind a három jó tulajdonságod megnőtt, megerősödött és intenzívebbé vált benned. És most próbáld előtérbe hozni életed 7 tökéletlenségét. 7 rossz tulajdonságod. És tekints mindegyikre úgy, mint egy virágszálra. Minden rossz tulajdonságod egy virág, egy virágszál. És veszed az első rossz tulajdonságodat, és ezt a rossz tulajdonságot, mint egy virágot, a legfelsőbb lába elé helyezed. Most meditációdban felajánlod. Ó, legfelsőbb Uram, felajánlom neked ezt a rossz tulajdonságomat. És ahogy felajánlod, elképzeled, hogy ezt a virágszálat, vagyis a rossz tulajdonságot, a mestered, vagy a legfelsőbb lába elé helyezed, felajánlod neki, átadod neki, az ő gondjaira bízod, és te már nem foglalkozol vele több. Teljesen neki adtad. Az már az ő felelősség. Te letetted a rossz tulajdonságod, és onnantól a mester felelőssége. Aztán veszed a második rossz tulajdonságodat, és azt is egy virágként felajánlod a legfelsőbbnek. Ó, legfelsőbb Uram, felajánlom neked ezt a rossz tulajdonságom. És a legfelsőbb lába elé helyezed, átadod neki, és te többet nem foglalkozol vele. Majd veszed a harmadik rossz tulajdonságodat, és mint az előző kettőt, felajánlod meditációdban a legfelsőbbnek. Ó, legfelsőbb Uram, felajánlom neked ezt a rossz tulajdonságomat is. A lábad elé helyezem, ez innentől a tiéd, a te felelősséged. Én többet nem foglalkozom vele. Legyél te a felelős érte.
majd veszed a negyedik rossz tulajdonságodat, és a legfelsőbb lába elé helyezed, teljesen átadod neki. És ahogy átadod, azt érzed, hogy megszabadulsz tőle. Vagy legalábbis csökken a rossz tulajdonságod ereje. És szabadabb leszel. Minél jobban át tudod adni és felajánlani a rossz tulajdonságaidat, annál jobban megszabadulsz tőlük. Majd veszed az ötödik rossz tulajdonságodat, és mint az előzőeknél, ezt is a legfelsőbb lába elé helyezed. Felajánlod és átadod neki. Ó, legfelsőbb Uram, felajánlom neked ezt a rossz tulajdonságomat is. És érzed, amint felajánlod, ez a rossz tulajdonság is veszít az erejéből, és lecsökken. Most veszed a hatodik rossz tulajdonságodat, és meditációban felajánlod a legfelsőbbnek. Legfelsőbb Uram, felajánlom neked ezt a rossz tulajdonságomat is. Megpróbálod teljesen átadni, és letenni ezt a rossz tulajdonságot is a legfelsőbb lába elé, és te többet már nem foglalkozol vele. Végül veszed a hetedik rossz tulajdonságodat, a hetedik gyengeségedet, és azt mondod, ó legfelsőbb Uram, felajánlom neked ezt a rossz tulajdonságomat is. Teljesen a tiéd. És te többet nem foglalkozol vele. Teljesen átadod, és ott hagyod a legfelsőbb lába előtt. Így mind a hét gyengeséged és rossz tulajdonságod legyengült, veszített az erejéből. És te szabadabb vagy, és gyengeségeidet felajánlva a legfelsőbbnek hatalmas örömet kapsz. Egy hét alatt képes leszel megnövelni jó tulajdonságaidat. És biztos lehetsz benne, hogy egy héten belül észreveszed majd, ahogy a rossz tulajdonságaid veszítenek erejükből, és eltűnnek az életedből. Ha őszintén próbálkozol, egy hét alatt látni fogod, hogy képes leszel megnövelni jó tulajdonságaidat és csökkenteni gyengeségeidet. Ezzel nagyon boldog leszel. És ebben az évben képes leszel
sok-sok dolgot véghez vinni.